Hello, hello, szia! Sok szeretettel üdvözöllek ebben a mai videóban. Csodás napot, reggel, estét bármikor is nézed ezt a videót. Hát azt gondolom így, hogy 2024-et elkezdtük, és ugye lázban égünk, hogy a Bitcoin ETF mikor lesz elfogadva, ugye valószínű, hogy pár napon belül, de legrosszabb esetben márciusban jön ugye áprilisban a Bitcoin felezés, és rengeteg olyan esemény, amitől azt gondoljuk, hogy ez lesz az eddigi legnagyobb bikapiac, és én a mai videóban elhozom neked azokat a kis lépéseket, illetve azokat a dolgokat, amivel tudod magadat fejleszteni, hogy minél többet ki tudjál hozni ebből a Bika piacból. Én Denkle Miklós vagyok a CryptoMights alapítója, elhozom neked ugye a legfrissebb kriptoíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, Web3 újdonságokat, hogy ezzel edukálnak az internet és a pénz evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más, mint a kripto, és ezzel csapjunk is bele, kérek szépen egy kövér lájkot, azaz nyom meg, sok-sok szeretettel a lágombot, like gombot, ezzel ugye segíted a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutass ezt a videót, és a minél több ember edukálódik a kriptoron, annál gyorsabban terjed el a kriptó, és a te lájkod az valójában jót tesz az emberekkel. iratkozz fel a csatornára, nyomd meg a feliratkozás gombot, harangócskát, mert akkor kapsz értesítést a videókról, és időnként jönnek olyan videók, ami nagyon-nagyon időérzékeny, akár pár óra vagy pár nap van arra, hogy valamilyen extrém lehetőséget ki tudjunk használni. És ugye, ami hozzátartozik minden videóhoz, hogy amit a videóban, illetve bármilyen formájában a csatornáinkon található információ, az nem pénzügyi tanácsadás, senki nem ismeri a te pénzügyi helyzetedet, edukálunk, információt hozunk, illetve szórakoztatunk, úgyhogy mindig tedd meg a saját kutatásod, és hozz egy jó döntést, amiért te vállalod a felelősséget. Na hát az első, amit szerintem érdemes megtenni azért, hogy föl legyünk készülve, az az, hogy ha még nem tetted meg, akkor rendelsz egy ilyen gyönyörű 24 karátos aranyal futtatott bitcoin érmét, amit akarsz, ki tudsz venni, ugye egy ilyen kis műanyag tokban van, tudod a zsebedben is hordani, vagy tudod, hogy mindig előtted legyen az asztalon. Nekem itt van az asztalon előttem is, illetve van mögöttem is, van kifejezetten ilyen díszdobozban is, bocsánat, így mutatom, van ilyen áványon is, van üveg áványon is. Ez egy 24 karátos arannyal van futtatva, és ugye az aranynak egyébként is van egy olyan tisztító és rezgés emelő hatása, ami maga az, hogy egy arany van a közeledben, ugye akár, hát mondjuk nem csak ékszer formájában, például így a bitcoin érme formájában, az már megemeli a rezgésedet, és elkezdi hozzád vonzani a gazdagságot, szóval mindegy, hogy hogyan tartod ezt a kis bitcoin érmét, de azt gondolom ez egy kis nagyon-nagyon frankó dolog. Na hát mi a, mondjuk mi a második? Van egy könyv, vagyonépítés a kriptovalutánkkal, ez egy nagyon-nagyon Szórakoztató, olvasmányos könyv. Én is írtam annak idején könyvet, de én a Startupokról írtam ö, könyvet, ha lesz időm, írok majd a kriptóról is, de egyelőre nincs, mert ugye full Bika piac módban vagyunk, viszont a Csaba ezt a könyvet nagyon-nagyon olvasmányosan írta, főleg, hogyha valaki kezdő, vagy szeretnéd akár a tag, ö, tagok ö, ö, körében a maga a kriptót, illetve a bitcoin megismertetni, akkor az gom ez egy nagyon-nagyon frankó kis. Könyv, úgyhogy ez is lehet egy lépés, nagyon jó ajándék, akár ugye bármilyen alkalomra a leírásban ott a linkje meg tudod rendelni. Na, viszont azt gondolom az egyik legfontosabb az, hogy nézzünk videókat. Nézz videót a CryptoMinds videókat, nézzél más Erektől videót, ha tudsz angolul, nézz angolul is videókat, nézz magyarul is videókat, és tájékozódj, ugye az információt fontos, hogy be tudjuk fogadni, illetve az információ megtaláljon minket, iratkozz fel ugye minden csatornára, ami neked érdekes, illetve úgy gondolod, hogy ott kapsz értéket, és nézd minél több videót. Én a videókat egyébként másfél szeres gyorsításra szoktam nézni, mert annál többet meg tudok nézni, és ugye annál több tartalmat tudok utána elhozni. Itt ugye a mi kriptomájcos YouTube csatornánkon, ha ide mész a videókra, akkor itt van egy-két nagyon fontos videó, amit feltétlenül néz meg. Például ez a 10 ok, amiért 2024 még bikánsabb, mint 2023. Ezt feltétlenül néz meg ezt a videót. Illetve ugye vannak egyéb olyan videók, ami nagyon-nagyon fontos. Például hogyan hoz ki a legtöbbet a legnagyobb kripto bika piacból. Ez is egy nagyon-nagyon fontos videó. Valamit, ha lejjebb görgetsz, akkor az öveket becsatolni készen állsz. Az eddigi legnagyobb Bitcoin és Kriptón bika piacra. ezeket mind érdemes megnézni, illetve valamennyi videót megnézni van, amikor egy-egy projektről számolunk, be, például Daisy-ről, vagy ugye a Trade Line ami amivel elindultunk mostanában, vagy ugye akár airdrop lehetőségeket is kiszoktunk tenni. Itt van például ugye egy nagyon frankó projekt ugye a TradenSi csapat által létrehozott magyar projekt ugye a Pulse. Ezeket mind érdemes megnézni, ugye ezek nem csak kriptóhírek, hanem egy-egy adott esetben kriptóiparágban tevékenykedő projekt. Szóval videónézés az nagyon fontos, feliratkozni a csatornákra, és adott esetben jegyzetelni is közben egy-két fontos infót. Én mindig azt szoktam, hogy videónézés közben a telefonomon ugye van egy jegyzet funkció, és ott pötyögöm az, ami fontos, vagy amivel azt gondolom, hogy szeretnék utána eljönni hozzátok. A másik, hogy gyere a Telegramra, gyere a Kriptomány tele, fő Telegramjába. Itt ö, úgy ö, vagy be, úgy leszel beengedve, hogy ö, az adminok be fognak engedni, és valószínűleg rá is fognak írni üzenetet, vagy én, vagy Barbara, vagy esetleg más admin, hogy amit a Rosebot feldob azt mindenképp válaszold meg. Most éppen nem látszik, mert előbb beengedtünk valakit. Általában rövid ideig ez a Rosebot üzenet megjelenik itt a csoportba, Szóval az a négy, amikor beengedésre kerülsz, illetve ráírtak, akkor meg kell válaszolni, amit a Rosebot kérdez. Ez azért van, mert sok spammer jön be, és ki kell őket szűrni, viszont hogyha te nem válaszolod meg, akkor nem tudsz sajnos kérdezni. Itt a pinelt üzeneteket érdemes amikor beérkezel megnézni, látod, hogy ugye ma este vasárnap lesz egy DeFi webinárunk, illetve ugye sok boldog születésnapot a bitcoinnak, ugye általában mindig a friss videókat is felpineljük, technikai elemzés trade setupokat update -eltük. ezeket ugye itt mind eléred, illetve különböző infók, itt volt egy airdrop, amit érdemes végigcsinálni, valamint ugye volt itt egy rövid videó, illetve itt például az egyik projekt, amivel elindultunk. Vannak egyéb csoportjaink, van egy Cryptomites Trading csoport, van ugye egy Mavi Ultron csoport, Mozaik csoport, valamint ugye van -e a Metapróban is egy csoportunk, illetve a daisy szerintem mondtam, igen, van egy Daisy csoportunk is. Ugye egy-egy egy-egy projekttel kapcsolatos, vagy egy-egy fajta kriptó tevékenységgel kapcsolatosok ezek a csoportok, érdemes ezekbe is ellátogatni, attól függ, hogy melyik terület érdekel téged. Na nézzük, hogy mi a, az a következő dolog, amit érdemes használni így, a, hogy a kriptóban minél több információt és minél több tanulást tudjál magadévá tenni, gyere webinárokra. A leírásban megtalálod a, a, gratis webináros linket. Hetente egy, kettő, néha három alkalommal is tartunk webinárt különböző témákban, van amikor DeFi, van amikor inkább ilyen AI, van amikor a különböző kereskedési lehetőségek, van amikor egy-egy új projekt bemutatója, úgyhogy számos alkalommal tartunk webinárt a meghívót, a Zoom linket ugye e-mailben küldjük ki, úgyhogy fontos, hogy itt iratkozz fel, mert csak akkor tudjuk ki küldeni a Zoom linket. Jó, a, nézzük a következő, hogy mi az, ami fontos, hogy gyere a Twitterre. A Twitter, a kriptoban a social media. Minden itt zajlik, ugye zömében angolul megy, persze a spanyolok spanyolul, a japánok japánok kommunikálnak, én angolul kommunikálok, viszont minden egyes videóban röviden a Twitteren megosztott híreket, illetve információkat is el szoktam mondani magyarul. Úgyhogy fontos, hogy gyere, csinálj egy fiókot magadnak, és kövesd be a kukac Miklós Denklert, harangocskánál itt árisbe be azt, hogy kapj értesítéseket, érdemes követni az egyéb projekteket, amik itt szerepelnek az én biomba, és ugye itt vannak a különböző megosztások, posztok, amiket ugye szoktam kommentelni. A legfrissebb hír egyébként, ez egy tegnapi poszt, hogy a Bitcoin ETF-re az alábbi szereplők mind benyújtották újra a, egy ilyen módosító kiegészítést tettek. Az ARK Invest, akinek 10 jár le, január 10-én jár le a határidő, hogy elfogadhassák, és már nem lehet meghosszabbítani. Szóval vagy utasítják, vagy elfogadják és látjuk, hogy mind, mindegyik nagy szereplő beadta újra ezt a módosítást. Szóval gőzerővel dolgoznak a háttérben azon, hogy legyen bitcoin ETF. Ezeket ilyenkor mind érdemes lájkolni, megosztani, újra posztolni, hogy ezzel te is tartalom gyártóvá válsz. Az egyebeket most nem megyek végig, majd abban a videóban, ami hétfő reggel jön, ezeket is meg fogjuk tárgyalni, szóval fontos, hogy gyere, és legyél itt a twitterem. Oké, okay. akkor nézzük, hogy mi az a dolog, ami, ami még nagyon-nagyon fontos? Ugye tudjátok, hogy nekünk van rengeteg felvett tananyagunk, amik, amikből lehet tanulni teljesen a kezdőszintől a nagyon-nagyon profi szintig. Ezeket ugye jelenleg egy új platformra költöztetjük, valószínűleg, hogy március elétől már elérhető lesz, úgyhogy jelenleg ezt nem tudom így felajánlani. Viszont ahol koncentráltan osztunk meg, az a Patreon csatornánk így néz ki a Patreon csatornánk, ugye a linkje itt van a leírásban, ugye itt van több fajta tagság, a leginkább a CryptoMinds Pro-ra fókuszálunk, úgyhogy itt osztjuk meg a legtöbb tartalmat, ugye a többiben időnként osztunk meg olyan tartalmat, ami úgy mindenkinek szól, illetve ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy ő szeretne egy VIP kiszolgálást kapni, és mondjuk személyesen is hozzáférni hozzám, illetve a csapat tagokhoz, konzultációval, stb. akkor ugye ez az elit, ami elérhető, de egyébként a legnépszerűbb a pro. Nézzük, mi van a próban. Ugye itt le tudod nyitni te is, hogy show more. Ugye itt a próban elég sok dolgot osztunk meg. Ugye jönnek fundamentális elemzések, az azt jelenti, hogy egy-egy projektet, egy-egy eszközt ától ki elemezünk, hogy pontosan mit kell róla tudni. Úgyhogy most is ki fogunk tenni egy fundamentális elemzést. Minden héten kiteszünk úgynevezett uh, trade setupokat, technikai elemzéseket, amikor együtt csártolgatunk. Ugye ezek, uh, ezek kb. 40-50 perces, néha egy órás videó, ahol csátorgatunk, és nézzük, hogy hogy mindjárt megnézzük, hogy miket csátogatunk mostanában. az a lényeg, hogy ezeket utána meg folyamatosan update ha amikor történik valami. Úgyhogy nagyon szép trédeket bonyítottunk, ezt megnézzük. Itt vannak a launchpad induló projektek, a különböző DeFi lehetőségek, hogyan lehet mondjuk farmolni, stékelni, akkor milyen launchpad vannak, hogyan lehet az új projektekben részt venni, illetve időnként egy-egy egyéb lehetőség, valamint rendszeresen ugye a Carnegie Principle Mesterelme csoport hívásához is minden hónapban lehetőséget adunk, valamint ugye havonta egyszer velem, illetve a csapattagokkal egy live, Zoomon tudsz kérdezni, és éppen kinek milyen kérdése van, ez legyen akár csártolás, legyen akár valamilyen eldropokkal kapcsolatos kérdés, ezeket mind ott meg tudjuk vitatni. Ugye most az eldropok is rendkívül népszerűek, körülbelül hetente kettő eldropot teszünk ki. Az azt jelenti, hogy bizonyos ökoszisztémákban elvégzelt különböző tranzakciókat, átvált az egyik konyt a másikra, egyik konyt átviszel egy másik blokkláncra, esetleg mintelsz egy NFT-t. Szóval valójában ez nem kell óriási pénz, ez nem, nem hogy mondjam, nem befektetés a kriptóban az airdrop, hanem valójában a, a, a különböző ökoszisztémák használata, és ezért ezek az ökoszisztémák több ezer dollárral jutalmaznak meg. Ugye a legutóbbi erdop, amiből mi elég jól kaptunk, az 4400 dollárt kaptak azok a tagok, akik tényleg lépésről lépésre, amit mi megosztunk, végig csinálják. Szóval itt e, találod a próban. Most menjünk, nézzük meg, hogy akkor e, hogyan is néz ki, így mondjuk a, a Pro, amit ugye a próban látunk. Ugye, hogy ellátogatsz hozzánk, akkor ezt fogod látni, itt van például egy airdrop guide, ez az injective ökoszisztémának tettük ki tegnap az, azt, hogy lépésről lépésre mit kell csinálni, hogy jogosult legyél airdropra. Most fogjuk kitenni a kozmosz ökoszisztémát, utána a szelesztiát, és rengeteg-rengeteg vár arra, hogy ezen ökoszisztémákban kapjál, és hogy az ökoszisztémákon belül sok egyéb projekt van, amik ugyanúgy a saját kis airdropjuk vannak, szóval a jó hírem az, hogyha például itt az injective airdrop lépésről lépésre megcsinálod, akkor nagy valószínűséggel nem csak injective protokoll tokent fogsz kapni, hanem egyéb tokeneket is, ami az ökoszisztémában szerepelnek. Valamint ugye itt jönnek a technika jellemzések, ahol látjuk, van egy 57 perces videó, ahol csártolunk, megnézzük a dollár erősséget, a részvénypiacokat, az aranyat, a bitcoin-bitcoin dominanciát és kb. 20-30 altcoin. -t. hogyha van javaslat és Patreon tag vagy, akkor te is tudsz kérni, hogy mit csártoljunk. A, úgyhogy itt e, folyamatosan ezeket A, A egyik trédünk az most. E, mindjárt beszélek róla, ez egy gyönyörű háromszorost hozott. Szóval valamint itt tanálunk meg, itt van a ZK Sync Airdrop, hogy mit kell csinálni, a DOS Airdrop, és ugye technikai elemzések, minkoinokról volt egy kis szösszenet, hogy ezek mind itt találhatóak meg. És hogyha mondjuk valaki azt szeretné, hogy nem tudom, például launchpadek érdeklik, hogy hogyan lehet a launchpadeken részt venni, erre is van nagyon frankó videó, és akkor föl fogja itt dobni, hogy itt van, Látjuk, hogy például az Avalanche Airdrop, az Avalancson van az Ava nevű airdrop, akkor a Binance Launchpad, akkor itt van a különböző egyéb launchpadek, CDFI Launchpad, ezek használt, ez mind itt megtalálható. Ha például valaki viszont mondjuk az airdropokat szeretne megnézni, hogy mik az airdropok, amikkel lehet ügyködni, akkor így fogja tudni megtenni. Beütöd ide, hogy airdrop, és nyomsz egy Enter-t, Oké, keresünk. És akkor kidobja az airdropos videókat, Metamask airdrop lépésről lépésre, az egyébként még mindig aktuális, hogyha jössz. Optimism airdrop, amit korábban csináltunk itt az e IK ami egy friss airdrop, Orbiter airdrop, Orbiteren egyébként három airdrop van, Safepan airdrop, amit csináltunk, akkor egyéb airdropok, valamint Blue Move, Sui airdrop, illetve ugye itt van a Cosmos AirDrop, Atom AirDrop, ezeket mind megtalálsz. Lehet témára is keresni, hogyha valamit kifejezetten keresel a múltból, és sok olyan dolog van, például a Kepler Wallet telepítése, az ugyanúgy itt megtalálható egy videóként, és erre rá kell keresned, és meg is van. Mert többször említettem, hogy készülünk egy nagyon-nagyon speckó dologgal, amit ö, ugyanúgy itt a Patreon-proban fogunk közzétenni, és ez nem más, mint két kihívás. Az egyik a 10X, a másik a 100x. Ezzel a két kihívással az a célunk, hogy összeállítunk mindkettőben egy-egy portfóliót, értem szerint a 10x az egy konszolidáltabb, és, és mondjuk egy nagyobb market már bizonyított kriptoeszközökből fog állni, még ugye a 100x olyan új, főleg Web3, Gaming, Real World Assets, AI, DeFi területen alacsonyabb market kepő, amikben benne van az, hogy meg tudnak százszorozni. Ugye mind a két portfóliót össze fogjuk állítani, és a Patreonon fogjuk közzétenni, illetve fogjuk updateelni, amikor ezen portfólión változtatunk. Ez nem egy aktívan kezelt portfólió, ez nem olyan, mint a heti technikai elemzés meg trade setup, hanem ez inkább időnként fogunk akár egy-egy coint hogy mondjam, profitot realizálni, és akár egy-egy újabb ígéretes coinba átforgatni, amikor úgy látjuk, hogy erre alkalom Én azt gondolom, hogy általában havonta fog változni ez a portfólió. Szóval, ha szeretnéd követni a 10x és illetve a 100x portfóliónkat, akkor azt itt a Patreonon tudod megtenni. Na nézzük meg egy picit, ugye, hogy a technikai elemzés trécet -ok, látjuk, ez a Bitcoin, Bitcoin csártyát elemezzük, ugye itt például ha csak azt nézzük, hogy októbertől volt egy trade, ez 71 os pluszban van, de volt több kisebb trade is, attól függ, hogy milyen idősíkon kereskedünk. Azt lehet mondani, hogy ugye azokkal voltak shortok, longok, ugye bőven meg lehetett azt keresni, de volt pár nagyon olyan coin, amit egyrészt végigkereskedtünk, ez például a Coinbase-nek a részvény, amit végigkereskedtünk, és gyönyörű profitot tudtunk vele generálni. Ugye itt már Novembertől ö, több mint megduplázódott a coin részvénynek az árfolyama, de voltak például egyéb coinok is, a, az egyik kedvencünk például a, a Link volt, amit folyamatosan csártoltunk és ö, kereskedtünk, illetve itt van a, a KASPA, amit ö, számos alkalommal kereskedtünk, és itt látjuk, hogy volt egy 48%-os tréd, utána volt egy 78%-os és akkor itt, hát ez, ez még nem ért el a célárát, ez a trade, de ez, ezen is húztunk egy gyönyörű e, hány százalékot? egy gyönyörű 60 ot és most is kaszpatrédben ben vagyunk, úgyhogy e, ez egy nagyon jó e, kis trade sorozatunk volt, valamint a LinkedIn is ugye hasonló trédeket e, csináltuk, látjuk, hogy itt a legutóbbi 128 ot e, hozott, valamint ugye sokat trédeltük például a a Vulcan Forge-ot, ami az egyik kedvenc projektem, és van a fundamentális elemzés a Patreonon. ugye Ez a Trade 142%-ot hozott, egyébként majdnem, hogy meg háromszorozódott a PIR, amióta ugye az anyától elkezdtük venni, de hasonló projekt, amit folyamatosan tréderünk az STX, úgyhogy látjuk, hogy itt is gyönyörű-gyönyörű trédek voltak, volt egy 147%-os, majd ugye utána jött egy újabb 78%-os, és most is trédben vagyunk. Valamint ugye egy-két coin-t is szoktunk trédelni. A legutolsó a Miro volt, amit pont tegnap kezdtük el zárni a tranzakciót. Ezzel a trade-del nézzük meg, hogy Ugye nem, mivel elkezdett visszafordulni, ezért zártuk, ez 305 ot hozott, de ez nagyon-nagyon kockázatos volt, erről beszéltük is, hogy csak kisebb összegekkel, mert ezek mimkoinok, -ok, és a mimkoinok -ok akár 98 ot is tudnak esni, viszont felfele meg ugye elképesztő sokszorozást tudnak megtenni, úgyhogy ez volt egy mimkoin a szolanám. ezeket is a Patreon-on tettük meg, itt a Cryptomines próba. A bármikor nézed ezt a videót, akkor gyere, csatlakozz be a CryptoMinds Pro Patreon-ra. Egyébként fogunk különböző sorsolásokat tenni a tagok között, szóval minden hónapban az aktív előfizetők között ki fogunk sorsolni egy-egy kriptó kifizetést, valamint most van egy extrém akció, ami kifejezetten 2024 január 7-e éjfélig tart, hogyha te, ugye ezt ma, mai nap veszem föl 7-én, ha te a mai nap éjfélig megváltod a CryptoMinds Pro tagságodat, akkor a nettó ár 40%-át visszakapod a crypto cashbackbe. Ehhez szükségünk van egy Binance Smart Chain saját valet címre, szóval nem a tőzsdén lévő Binance Smart Chain címedre, hanem egy saját Metamask, SafePath, Trust Wallet, vagy bármi más, ahol a Binance Smart saját címed van. ez légy kedves, küld meg, és itt írom, hogy hova, ugyanúgy ott van a videó leírásában, de itt belírom, hogy Crypto Tanoda kukac gmail.com erre az e-mail címre küld meg, kérlek a Binance Smart chain címedet, és küldjük a 40% cashback -et. Úgyhogy ennyi volt, röviden már mára, bízom, hogy tudtam segíteni, ugye akár a Twitter, akár a videók, akár a Telegram, ugye itt a Telegramban aktívan te is tudsz kérdezni, tudsz kommunikálni, szóval ez egy teljesen aktív ö, ö, csatorna, itt ugye folyamatosan megy a beszélgetés, azon itt is rengeteget lehet tanulni, viszont ugye a Patreonra ö, koncentrálunk úgy, hogy a legtöbb tudást azt ott adjuk át, és ugye itt most él ez a 40% cashback, illetve későbbiekben is vannak különböző kriptó. Sorsolások, örülök, hogy itt voltál. Bízom benne, hogy ö, ö, megfelelően tudsz rákészülni erre a fantasztikus bika piacra, és együtt fogjuk meglovagolni ezt a 2024-25-ös bika piacot, ami egyébként az egész bitcoin és kripto elterjedésében, a mainstream elterjedésében, hogy a tömegetnek elterjedjen. Azon, hogy ez lesz a legnagyobb mérföldkő, most fogjuk megélni azt, hogy a pár százmillió kriptofelhasználóból, illetve az 50 millió emberből, akinek van bitcoinja, el fogunk odaérni, hogy a kriptofelhasználók száma át fogja lépni az 1 milliárdot, és ugye ezzel a masszív elterjedés kezdetét vettem, és ne, ne, felejtsük el, hogy jön a bitcoin, és majd Ethereum ETF, ami meg arra szolgál, hogy minden egyes embernek, mint egy banki befektetési termék, hozzá fognak férni, és ö, teríteni fogják, és azon, hogy ez mint befektetés is, meg fogja hozni azt az elfogadást, amit a legtöbb ember jelenleg ugye azt hiszi, hogy a bitcoin valami scam, meg, meg ez az egész Kriptó valami valami ö, olyan, mint a kaszinó, és rá fognak jönni, hogy nem, hanem ez egy új eszközosztály, sokkal izgalmasabbak, mint a részvények, és ez, ez, amiben mindenki benne szeretne lenni. Úgyhogy örülök, hogy te itt vagy, és te már az elsők között vagy, és a többség majd későbbiekben érkezik. Örülök, hogy megnézted a videót, köszönöm a lájkot, és várunk a Patreonon, a Telegramon, meg ugye a napi videókon. Hello, hello, szia!